tehát a mi a dolgom kérdéssel szeretnék kérdezni egyet, hogy ugye mondtad, hogy ahol az önvizsgál úgymond az egó vagy az ember, ott lehet probléma. Nem mondtam, hogy probléma. Az nem biztos, hogy az igaz válasz. Így hangzott és nagyon fontos, hogy jól idézd. Miért? Ha rosszul idézed, rosszul teszed fel a saját kérdésedet. Tehát ahol önellenőrzésre van szükség, ott még bizonytalanság van, ott még valami vagy kevés, vagy sok. Valami még nem kerek. És pont ö, emiatt kérdezném azt, hogy ö, ha mondjuk valamilyen irány, mondjuk szeretnék szolgálni, vagy éppen alkotni valamit, ö, egy új hivatás, vagy bármit elkezdeni, és mondjuk ott ö, túl sokat megy oda-vissza a pro kontra belül, akkor ö, innen tudom, hogy az mondjuk lehet, hogy nem feltétlen az én utam, vagy az lehet, hogy csak a, a nem tiszta tudatnak a pro kontrája. Bármelyik lehet, de azért két dolgot vegyél figyelembe, és ez nem önelemzés, és nem felesleges gyúródás. Az egyik az, hogy kivé válsz azáltal, hogy megteszed, hogy gyakorlod azt a hivatást, vagy bekerülsz abba a helyzetbe. Kivé válsz azáltal. A másik pedig, hogy valójában mi történik a világgal és a környezettel, ha elvállalod, és megteszed ezt a dolgot, és az leszel aki. Tehát az alany és a tárgyi okozatiságot, ezt meg kell vizsgálni, de nem szételemezve meg kétségbe zuhanva, hanem látva. És itt pont az elmének ezt az állandó, órarúgó gerincű felpattanóját, ezt az elemző kis zsizsik borzalmát kell megszelídíteni, és a mozdulatlan, tiszta tudatban látni lásd meg az ok és okozat működését, annak a jelenségnek a tatváját, az ilyenségét, hogy pontosan mi lesz a világgal, ha te mondjuk elvállalod ezt a öltönyös, nyakkendős, vékony nyaktatáskás munkát. Tehát ez egy nagyon fontos kérdés, hogy te kivé válsz ezáltal, és mivé teszed a világot ezáltal. Azt szeretném megkérdezni, hogy akkor nem idézek pontosan, mert nem emlékszem, de említetted, hogy számított, hogy ugye te is, amikor gondolkodtál esetleg, hogy a környezet, vagy akikkel, akikkel mondjuk együtt csináld ezt a hivatást, hogy, hogy, ezt is érdemes megvizsgálni, hogy mondjuk, ha nem az a fajta környezet, akkor inkább ne, vagy egyszerűen, az, vagy egyszerűen tudok oda fejlődni általa, hogy kitalom ezt a toleranciát, amit ugye mondtál. Bármelyik lehetséges, csak az előző két fontos szempont lép életbe. Ha akadályt tapasztalsz, az elrettentés vagy serkentés. Küzdjem le, vagy fussak el. És itt tényleg az számít, hogy mi vár a túloldalon. Ha leküzdöm az akadályt, hová jutok? Ha meglépem, kivé válok? Az, hogy néha nehéz, néha rossz a társaság, néha tele vagy véleményekkel, vagy mások vannak tele véleményen rólad, ez mellékes. De ha van időd arra, hogy ezt felfedezd magadban, akkor van egy olyan jelenség, ami szerintem segít. Ha felteszed a kérdést, és mindig ugyanaz a válasz, és ez a válasz kiállja az alanyi és a tárgyi próbát, akkor egy idő után nem kell gondolkodni rajta. Mert mindig ugyanaz lesz a válasz, és akárhányszor végignézed az alany és a tárgyi vonatkozásokat, pipa, akkor meg van oldva de még csak belül. Utána azt meg kell tenni kívül, és akkor van szükség egy elképesztő önbizalomra, hogy neked tényleg ez a dolgod, ez a küldetésed, ezért vagy itt, ezt csinálod, és akkor végig is viszed. Mert azért az univerzum egy-két próbatételt oda tesz eléd. És akkor nagyon meg kell nézni, hogy most üssek vagy fussak. <laughs> Leküzdjem vagy meneküljek. Taktikus vagyok és bölcs, ha visszavonulok, vagy gyáva és gyenge leküzdöm, átjutok a túloldalra, és akkor én vagyok a hős, vagy én vagyok a buta. Megoldottam, és mindenki tapsol, vagy lenéznek, hogy öntelt lettem. Bármelyik lehetséges. Tehát tényleg ez-e a dolgod? És ha ez megvan, fel tudod-e ajánlani másoknak magyarul, tudod-e énteleníteni? És ha igen, akkor megmenekülsz a felesleges önképektől, egyben megmenekülsz attól, hogy elhidd másokról alkotott véleményét. Mert a tények és a vélemények nem ugyanazok. A tény az ok és okozatiság megfelelbezhetetlen működése. A vélemény az, amit erről az emberek gondolnak, megéreznek, gondoltatnak és éreztetnek. Csak kettő nem ugyanaz. Az égkék. Ezt ha szereted, ha nem, akkor is kék. Elmondod másnak, hogy az égkék, és ezért le akarnak téged ütni. Mert nekik ez nem tetszik. De az ég akkor is kék. Elmondod egy újabb embernek, hogy az ég kék, és rajonganak érted, mert ők ezt eddig nem tudták. És most látják, és téged a keblükre ölelnek. Mind a kettő illúzió. Az ég akkor is kék, ha téged ezért szeretnek, vagy nem szeretnek. És kész. Ezért kell a helyes dolgot vállalni. Ezért kell a helyes hivatást vállalni, mert oda-vissza próbára tesz az univerzum, hogy mennyire hisz ebben. Mennyire a tiéd. Mi a dolgom azzal a helyzettel, ha a körülöttem lévő személyek, legyen az párkapcsolat, baráti társaság, bármilyen szeretett kapcsolat, olyan emberek, akik közel állnak hozzám, de felismerek olyan mintázatokat vagy mechanizmusokat, amikben Vélni látom a szüleim tulajdonságait. És ez baj? Legyen az bármilyen tulajdonság, szóval most nem akartam még kimondani, de hogy mondjuk ilyen rossz mechanizmusokat, vagy amire én. Most sem ami, mondtad ki, de mehetünk tovább. Amiről én azt gondolom, hogy káros, de mégis ilyen emberekkel veszem magamat körül. Mert még nem vagy önálló? Ha teljesen önálló lennél, akkor ezektől a mintázatoktól megszabadultál volna per ezeket a mintázatokat uralva döntesz. Jelenleg a tudattalanodban olyan mintázatok, arhetipusok, működések vannak, amelyek ilyen társaságba tolnak téged, per ilyen embereket vonzanak feléd. És ha te ezt nem szeretnéd, akkor magadon kell változtatni. Ez az önállóságot is elhozza, és ez hosszú évek munkája. Ezt nem lehet megkerülni. A mintázatok ott lesznek, de nem mindegy, hogy te használod azokat, vagy azok használnak téged. Ismét hasonló kérdés, mint az előbb. Miért születtél a szüleidhez azért, mert a mintázatok jó részét hordozod, és egy részben tökéletesen ellentétes mintázatokat hordozol, mint a szüleid. Tehát Az azonosság és különbözőség megfelelő aránya visz egy bizonyos helyzetbe. Nézd meg a tudatosan vagy látszólag tudatosan felépített szeretett kapcsolatokat. Hatalmas szükség van a különbségekre is, meg az azonosságokra is. Ezeknek az aránya fogja eldönteni, hogy milyen tartós lesz ez. Túl sok az ellentét, elégünk egymás légkörében. Túl sok az azonosság, kihűl az egész. Tehát akkor izgi, és akkor tartós, és akkor nagyon jól ugye, hőleadó az egész, hogyha megfelelő ellentét van, és megfelelő azonosság van. És ezeknek az aránya ilyen nagyon finom. Soha nem válunk akkor unalmassá egymás számára, és nem is akarjuk elégetni egymást a különböző vágy vagy harag De akkor ez annak a paradoxa, hogyha. Szóval, hogy így sok emberben, bennem is, bárkiben megfogalmazódhat. Most maradjunk nálad. Jó. Mi fogalmazódott meg benned, Füsi? Szóval, hogy, hogy akár egy párkapcsolatban, vagy akár a szüleidnél, de hogy, hogy valahogy jobban akarod csinálni. Jobban? Hát Mi az a jobb? Aj, hogy... Oh, megint belekérdezett. rossz hogy... belekérdezett már megint. De hogy igen, mert ez ilyen önmagába harapó kígyó kérdés. Önmagába? Magamba. Magadba. Egyébként úgy hívják, hogy uroborosz. Ez a világ kígyója, hogy a jelenségek így egymásból következnek és visszatérnek. De ne viselkedjünk magunkba harapó kígyóként, mert az a terméketlen paradoxon. Az a lefelé mutató spirál. Oké? Okay? Na, mit szeretném? Mert azt gyönyör, jobban akarom csinálni, picit megterheltem a fogalmat, és darabokra esett szét az egész mondat, és hidd el, hogy én nem hogy ebben akkor... lelem az örömömet, hanem abban, hogyha letisztítod azt, amit kérdezel. Folytassuk. Igen. Hogyha ha... akkor az a, az a gondolat jelenik meg, hogy másképpen akarod csinálni. Miért mint... másképp? Mint ahogy te tapasztaltad. Uh -huh. Én is így és... vagyok vele. És Na, de ez... miért másképp? Mert egy jobbat akarsz létrehozni. Nem? Jobb, másképp. Mitől jobb? Mitől lesz más? Gyerünk, tanítsd a világot. Mondjad. Nem tudom. Nem tudom. Akkor még több meditáció kell. Tehát világos, hogy nem szeretnénk robotszerűen ismételni a környezetünk mintázatait, legyen az szülői, baráti és egyéb, hanem önállóan eredeti módon szeretnénk élni az életünket, de nem elszigeteltem. Ha olyan mintázatokat örököltünk, látszólag nem örököltük, megtanultuk, perhoztuk, amelyek szenvedést okoznak, elakadást okoznak, joggal akarunk ezektől megszabadulni. Tehát mi a jobb? Triviálisan az, amely jobban szolgálja a mi szeretet igényünket. Csak hát itt tovább kéne menni, hogy a másik ember szeretet igényét is kéne szolgálnia, nem csak a sajátunkat. És ekkor már teljesen megváltozik az egésznek a nézete. Tehát attól lesz ez más, attól lesz ez jobb, hogy magamnak és másnak egyaránt kevesebb szenvedést és több boldogságot hoz. És itt rengeteg a házi feladat. Hát akár meditációról, akár konstellációról van szó, látod, hogy milyen elképesztő mennyiségű karmát hordozunk a kis izsákban, a tudattalanunk, ugye ránk feszülő és nem látott terhében. Eszméletlen munka az, hogy ezeket a karmákat, azonosulásokat, mintázatokat a helyükre tegyük. Először tudunk róluk, utána a tudásból tapasztalás lesz, és meg kell őket haladni, és vissza kell érni a kezdőpontba, ahol az alfa és az omega találkozik, és csak ez után, ennek mértékeben, ennek függvényében tudom transformálni az egészet. Addig csak mókoltam. Addig csak próbálkoztam, addig csak kentem a felületet, meg így kicsikét megkapargattam a felszínt. De ha nem megyek a mélyre és nem tapasztalom a lényeget, nem tudom transformálni. Kész. Tehát ha csak gondolattal akarom megoldani, nem megy. Ha nincs meg a transzcendens tapasztalat, akkor nem tudom a jelenségeket megfelelően módon látni, ha kell átalakítani, és ez igaz az összes karmára és mintázatra kívül és belül. Ezért nagy felelősség az, hogyha te elkezdesz magadban nézni, mert biztos, hogy önképváltással jár. Biztos, hogy a karma látásával jár, előbb-utóbb. És ha nem látod a karmát, nem tudod átalakítani. Ha meg látod, akkor meg már ott van az imperatívus, hogy jobb legyél, hogy más legyél, mint addig, hogy a 2.0-ás fruzsi boldogabb legyen, szeretettelibb legyen, együttérzőbb legyen, bölcsebb legyen, és ugyanezt adja másoknak. És itt van az, amit szeretnénk. A buddha ezt a négy nemes igazságban fejezte ki, a szenvedés ténye, oka, megszüntetése és a megszüntetés útja. Ha jobban ismerjük fel a tényét, ha jobban látjuk az okát, ha jobban látjuk a megszüntetését és jobban járjuk az útját, na ez az a jobb, amiről beszélünk. Tehát abstrakcióban ez nincs meg. Eredetileg tőlünk függetlenül nincs jó vagy rossz. De ránk vonatkoztatva, mint egyén, mint pár, mint család, mint társadalom, igen, van jó és rossz, mert mi csináljuk. Mert mi akarunk teremteni, mi akarunk megtartani, mi akarunk túlélni, mi akarunk létezni, helyesen élni és meghalni. Ebből a szempontból persze, hogy van jó és rossz. Ami ezt akadályozza, azt nevezzük rossznak, ami ezt segíti, azt nevezzük jónak. És ez így rendben van mert ezek relatív minőségek. Ezek teremtett minőségek. Ezek általunk teremtett minőségek. És ha így nézed, ahogy ez a státuszhoz, hogy mi teremtjük egymásnak és magunknak, ehhez közel kerülünk, ezt nevezhetjük jónak. Köszönöm. Szívesen. Én az elakadásról szeretnék kérdezni. kell hozzá. ha elakadsz, kiveszed a kis háromszöget, és megfelelő távolságban, olyan 30 méterre a jármű mögött jól láthatóan kiteszed az útra, és akkor az elakadást te paleset veszély nélkül megszüntetheted. jobbat mondok, ennek a felismerése is kellett. Tehát, hogy el vagyok akadva. Érzelmileg és értelmileg. És ezeknek a feloldása lenne egy cél, csak nem tudom, hogy hogyan. Ha ragaszkodsz az érzelmekhez és a gondolatokhoz, akkor úgy tűnik, hogy el vagy akadva. De ezeknek a jelenségeknek, mint érzelmek, gondolatok, beszéd, cselekedet, nincs öntermészete. Okozatisága van, öntermészete nincs. Ezek nem azonosak veled. De ha belekapaszkodsz, ha ragaszkodsz, ha azonosulsz, akkor úgy tűnik, hogy elakadtál. És képzeld el, hogy van a járműveden egy vonóhorog. Ezzel a vonóhoroggal te úgy bánsz, hogy egy hatalmas vastag kötéllel a legközelebbi villanyoszlophoz hozzákötöd a járművet, beülsz a volához, egyes, ami belefér, és széttegetted a kuplungodat. Nem fog mozdulni a jármű egy bizonyos ponton túl, meddig, ameddig a kötél engedi. Ameddig az azonosulásod a fixa ideáid engednek. Ezt hívjuk kényelmi zónának. Ezt egyébként szoktuk szeretni. Nehogy azt hitt, hogy ez neked olyan rossz. 99%-ban a kényelmi zónánkon belül vagyunk, és onnan szoktunk lövöldözni a velünk egyet nem értőkre. Ez az én vélemény erődöm. Ott vannak a lőrések, és az igazság fegyverével szoktam lőni azokat, akik nem értenek velem egyet. Ez az általános hozzáállás. És amíg ez van, addig a váradban vagy, a kényelmi zónádban vagy, tehát el vagy akadva. Tehát a várfal az egyik felől védelem, a másik felől akadály, attól függ, hogy védő vagy ostromló vagy. És mihelyt a várfaladon kívül akarsz kerülni, kiderül, hogy ez neked ugyanúgy be van zárva, mint az ostromlónak. Ugyanúgy ki kéne nyitni a kaput belülről, mint ahogy be akarják törni kívülről. Nem mindegy. Azt ne törje be senki, te majd kinyitod. És ahol kinyitod, ott van a bátorság. Ha bátor vagy, kinyitottad a kaput, és már nem falad van, hanem átjáród van. És ekkor megszűnik akadálynak lenni az, amiről addig azt hitted, hogy téged úgy visszatart. Nem, édesem, te kapaszkodtál belé két kézzel, sőt, át is ölelted. Így lett az akadály. Ja, köszönöm. Szívesen. Nem tudom, hogy tegyem fel ezt a kérdést úgy, hogy ne bántsak meg senkit. A férfi és női inkarnáció közötti különbségről az egyik magasabb rendű, mint a másik. <laughs> Melyikkel adjak 30 ütést? Melyik végével? A női végével adjak 30 ütést, vagy a férfi végével? Én mondtam, hogy olyan kérdés lesz. Amitől ütést kapsz, akkor nem bántasz valakit? Ha létrehozod a magasabb és alacsonyabb rendűt, azon nyomban bán vagy a malomkövek között. És valójában te sérülsz. Ezért legnagyobb nyugati bóthiszatvánk mit mondott az ítélet alkotó magatartásról? Idézd, mindenki tudja. Ne ítélj, hogy ne ítéltessél. Na ezért. A férfi férfi, a nő nő. Egyik sem alacsonyabb vagy magasabb rendű, de nem árt, ha tudja a dolgát. Hogy a férfi a férfi dolgát csinálja, a nő pedig a nő dolgát csinálja. És akkor keleten miért volt az, hogy leginkább csak a férfiak lehettek szerzetesek, és a nők előtt sokáig elzárva volt a tan? Ez nem így van. A buddha idejében is volt szerzetes női rend. Egy időben lehettek szerzetesek a férfiak és a nők, de külön laktak természetesen. És a téraváda szerzetes női rend az ezer évig tartott. Volt egy buthagósa nevezetű téravádén, aki körülbelül ezer évvel a buddha után úgy írta újra a szerzetes női szabályokat, hogy azok ténylegesen teljesíthetetlenné váltak, és ekkor csak a mahajánában maradt szerzetes női rend. Ez a visudi magga, a tisztaság ösvénye. Hát, hogyha valaki akar nagyon nehezet olvasni, akkor ebben nyugodtan ássa bele magát. Ha van valami, amit a nők ezen a földön nem tudnak teljesíteni, akkor ez tényleg teljesíthetetlen. Magyarul tényleg totálisan irracionális és borzalmatos szoros volt az egész, és ki is halt az a szerzetes női rend. De a szerzetes nősség az folyamatos, egész a mai napig, a hajánán belül. Ott, ott van? Egyéb kérdés? Köszönöm a lehetőséget. Törődés és gondoskodás nem azonos. És egy párkapcsolat... Egészséges működéséhez a gondoskodásnak. Tehát ott hol a határ? Ez, ez minden párkapcsolatban egyéni, vagy. Igazából most, hogy kimondtam a kérdést, most rájöttem a válaszra. Mi a válasz, Anti? Most már engem is érdekel, Hidd el! Tehát, hogyha a gondoskodás olyan mértékűvé válik, és ebben ugye mind a két résznek megvan a maga felelőssége, hogy az a fél, aki felett gondoskodnak, elveszíti az autonómiáját, akkor az már egy szélsőség, és az kerülendő. Viszont egy minimális az... Nem minimális, nyugodtan vidd neki ágyba a reggelit, de utána ő mosogat. <gül> <gül> a gondoskodás és a törődés az óriási átfedés. Én itt a fogalmak között nem tennék különbséget, hanem pont, amit mondta, az autonómia megtartása vagy elvesztése. És hogyha párkapcsolatban ez világos, mert előbb-utóbb azért az letisztázódik, hiszen két felnőtt emberről van szó. Nézd meg ezt gyerek-felnőtt relációban. Tehát hogy gondoskodom a gyerekről úgy, hogy közben az autonómiája növekszik, és nem lesz ugye mama hotelben lakó. Hát úgy gondoskodjam, hogy közben az ő öntevékenysége is szépen fejlődjön, nőjön. Tegye meg azt, amit meg tud tenni, sőt, még többet, de hozzásegítem, hogy még többet tehessen. Nagyon látszik. Hát vannak a körünkben három gyerekes anyukák, olyan önálló a család, és anyukának is önállóságot adnak, és van szabad ideje például. És ez gyönyörű. Ha anyuka állandóan tutuigatja, mutuigatja, szoknyáján ülteti, egyebek, akkor gyerekek ilyen 15 16 es is így néznek ki a fejük, vagy anyóci, mikor főzöl nekünk. 12 éves, 13 éves gyerekek full ebédet, vacsorát tudnak főzni, ha megtanítod őket. Simán, lazán. Oké? Okay? Szeretnélek megkérdezni arról a szerzetesről, akinek a képe ott van a falon. Ő Jong Mészunim. Köszöntöm itt távolról is, mert most Amerikában van. Ő a Tégó Rennek a nyugati tartomány főnöke, és amikor tavaly az átjelentkezésem iránt érdeklődtem, akkor nagyon nyitott és segítőkész volt. Úgyhogy hálával tartozom neki, illetve ő is, ugye, mint koreai gyakorlózen szerzetes, a Darma instruktorom már vált. sung marad az eredeti tanítóm, az ő tanítását követem, és így követjük. Viszont sok más olyan tanító, segítő, instruktor lehet az életedben, akiknek hálával tartozom, és én hálás vagyok neki. Úgyhogy ezért is van ő a darmateremben. Ő is a nőtlen rendből a nős rendbe igazolt át, ahogy ezt nagyon sok szerzetes teszi, csak ő 2006-ban, és ugyanonnan. Úgyhogy ismeri ezt az egész folyamatot. És nagyon sokat segített abban, hogy ezt a forma és a lélek szintjén egyaránt tető alá tudjam hozni. Köszönöm szépen. Szívesen. Azt szeretném kérdezni, de az életben minden tanítás, ami veled történik? Mi az, ami veled történik, és Bármint nem tanítás? Velem, velem. Tehát, hogy bármi történik, az tanítás. Mi az, ami történik veled, de úgy érzed, hogy nem tanítás? Hát van egy pár dolog. Mondj egy ilyet. Hát most értel, nem jut eszembe, csak hogy elterjed. Ha nem jut eszedbe, akkor minden tanítás. Oké, okay. jó, köszönöm. Szívesen. Valójában teljesen hozzáállás kérdése. Tehát, hogyha az ember rájön, hogy valójában semmit nem vihet el innen, kivéve a karmáját és a tudatosságát, magyarul a lelkét és a lélek tudatosságát, mert a test az ugye megy a kukába, amikor meghalunk, akkor mindent tanításként igyekszik felfogni. Tehát ez a bot ez nem tanít, vagy nem tanít, hanem vagy megismered a botot, a működését, a miben létét, az ilyenségét, a tatváját, vagy pedig közömbös maradtál a bot iránt, és ezért a bot nem tud tanítani. Tehát nagyon sokszor van az, hogy ilyen fantasztikus, okos, intelektus oda megy a zenmesterhez, és megkérdezi, hogy mi a butha? És erre a zenmester azt mondja, menj, kérdezd meg egy fát. Az majd megtanítja neked. Tehát amikor annyira okos, hogy az elméjével minden választ felszeletelne, elemezne, összerakna, visszarakna, ide rakna, odarakna, az ilyen ember taníthatatlan. Majd akkor a fa megtanítja. Előbb-utóbb rájön, hogy minden jelenség tanítás. Ez olyannyira így van, hogy a szanszkritban még nyelvileg is kódolva van, ha azt mondom, hogy dharma, kis dével az egy jelenség amikor azt mondjuk, hogy minden jelenségnek üresség a természete, az az angol fordításban így szól, hogy all dharmas are marked with emptiness. És ez a dharma kis dével ez a jelenség. Amikor az összes jelenségnek a törvényét látod, hogy ezek hogy működnek, az a nagy dével a dharma. Ezért brilliás, mert minden jelenség tanít, és rájössz arra, hogy valójában hogy működünk ami kis ideavilágunktól, világunktól, pozitív és negatív elvárásainktól függetlenül. Úgyhogy minden tanít, ha hagyod. Ha nem hagyod, akkor nehéz. Na, akkor nehéz igazán. Jó? Mit jelent az, hogy menedék? Hát, amikor a mantrád belül szól, és oda-vissza tudsz menni, és nem kell a saját elmét hány követni, vagy elhinni más elmék hány az a menedék. Amikor vissza tudsz térni a pillanatba, és le tudsz tisztulni, az a menedék. Amikor nem kell kényszerűen azonosulnod a jelenségekkel, hanem a tiszta, tükörszerű, térszerű tudatban megmaradsz, az menedék. Ennek az egyéni kivetülése a buddha, a tan törvényszerű kivetülése, amely idehoz az a darma, ahol ezt közösen gyakorolhatjuk, ez a szanga. Ez a három legértékesebb, és minden nap menedéket veszünk a három legértékesebben, a buthában, a darmában és a szangában. Ez valójában egyetlen pontban való menedékvétel, csak szétosztottam három felül, hogy jobban lássam, hogy helyesebben tapasztaljam. És ez a menedékvétel semmi más, mint a saját téves nézeteinkről való lemondás. A haragról, a kapzsiságról, a gyűlöletről, a túlzásokról való lemondás. Ekkor tudunk menedéket venni, először a tiszta tudatban, és utána egymásban. Köszönöm. Szívesen. Én arról szeretnélek kérdezni, hogy hogyha kisebb közösségek előtt az embernek van önbizalma, de már nagyobb ember, vagy, vagy nagyobb társaságokban meg teljes mértékben elveszti az önbizalmát, akkor az egyfajta önképzanvar, vagy, vagy hogy ez honnan jön az az érzés, hogy megszűnik? Nem tudom, hogy honnan jön, de azt tudom, hogy hova megy. Hova megy? A futballstadionba. Egyszer kérecke most nagyon sok van így ilyen üres futballstadion. Kérecke egyébe, mondd azt, hogy meg szeretnéd vizsgálni a fűnövését. Bemész, és elképzeled, hogy 40 ezer ember ott ül, és téged figyel. Népesítsd be a lelátókat. És amikor ez megvan, akkor nyugodtan állj a pálya közepén, és szóljál hozzájuk. Kedves emberek, én szeretlek benneteket. Nem félek hozzátok szólni. Lehettek négyezren, negyvenezren, vagy 80 000 akár. Tehát ez egy képzett gyakorlat, ezt, hogyha mégsem jutnál be ilyen stadionba, úgy tudod megcsinálni, hogy belépsz különböző nagyságú terekbe. A saját kis szobától kezdve a pályaudvarokig. És a jelenlétedet kiterjeszted mindig a falig. Egyébként ez színházi gyakorlat is, tehát gyakorló színész el tudja neked mondani, hogyha a jelenlétedet nem tudod lehozni a színpadról és beteríteni vele a közönséget, senki nem hall. Hiába beszélsz helyesen, az energetika úgy működik, hogy ahol a jelenléted van, ott a tered is van. Ha a jelenléted és a tered ugyanaz, akkor téged hallanak. És nem kell ordítani hozzá. De hogyha a jelenléted itt lezárul, mert félsz túlmenni a színpad határán, akkor téged nem fog hallani senki. És ugyanez, hogyha megfordítod, nem szólsz semmit, csak jelen vagy ott, 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 ott és egyszerre ez a térszerű tudatgyakorlata, az osztatlan tiszta tudatgyakorlata, hogy ezzel a jelenléttel be tudsz sugározni előbb-utóbb, vagy be tudsz teríteni, nem tudom, be tudsz tölteni inkább, így mondom. Nagyon nagy tereket. Most vannak, akik ezt spontán hordozzák. Ezek azok, akik teljesen akaratuktól látszólag függetlenül az emberek figyelmét magukra irányítják, nem csinálnak semmit. Belépnek egy repülőgép tranzitba, és van 5 másodperc, amikor mindenki rájuk figyel, de nem tudják, hogy miért. Utána, mivel nincsen előadás, ezért úgy el is oszlik a figyelem, mert nem tudják, hogy miért figyeljenek rá még 5 másodpercen túl is. De az effekt, a hatás az megvan. Azért, mert megvan a spontán képessége, hogy egy adott teret betöltsön a jelenlétével. És megvan a fordítotja is, hogy ott a lehetőség. Hallgatlak. Hallgatunk még kétszázan. És így... <síns> hmm. Mit mondják? Elmondom, hogy öreg néne őzikéje. De öreg néne őzikéjét úgy el lehet mondani, hogy 2000 ember üvölt a gyönyörűségtől, és el lehet mormolni magad elé úgy, hogy senki nem hallja. Ugyanabban a térben. Úgyhogy nem a külvilágon múlik. Rajtad múlik. Merj jelen lenni, töltsd be a teret a jelenléttel, és akkor az üzenet átmegy. Elhangzik, átrezdül. Ezen múlik. És egyébként nem csak a térben, a lélekben is, mert hogyha nem mered megérinteni a másik ember lelkét, akkor nem jutsz át hozzá. A másik kérdésem meg Montrával kapcsolatos, Egyszer mondtál olyat, hogy létezik dallamtapadás, hogy kreatívabb embereknél maga csak a ritmusa, a dallama, vagy csak az, hogy tetszik a szöveg hangzata, ez így beragad. Há, hogyne. De hogy De A jó zenészek olyat írnak te, hogy csak dallamtapadás lehet belőle. Meghallgatod egyszerre, és se felejted. És, és nem olyan, dal... csak fülbe mászó, ott is marad. Nem mászik ki a másik oldalon. Ez a dallamtapadás. Igen, de hogy akkor a dallamtapat mantra is ugyanannyira hatásos, mint az, ami belülről jön? Mert hát ami a dallamtapadás üdallam... csak belülről tud jönni. De kívülről jött, mert kívülről tetszett meg, és magamével tettem belül. Vagy kívülről jött, és belülről tetszett meg? Hát nem volt hozzávonalkód, ilyen, ilyen tetszés volna meghallottad, és belőle a lelked rárezdült, úgyhogy rá is tapadtál. És állandóan azt mormolgatod, ismételgeted, azért kell vigyázni, hogy mit ismételsz, mert az a mély tudatba belemegy, azonosulást formál, és hirtelen elkezdesz vásárolni. Tehát vigyázz, hogy mit matrázol be magadnak, mert előbb-utóbb az lesz, és azért érdemes valamilyen Kis, középsúlyos, transzcendens mantrát gyakorolni, mert akkor a tudat arra megy, az egész lélek arra megy. Az elmének óriási szerepe van. Most hallottad azt, hogy mondjál le a duális képzetekről sajátod, vagy Másé teljesen mindegy. De az elmének emellett óriási szerepe van, mert itt van a fogalomalkotás, az összehasonlítás, a kreatív, analitikus, szintetikus, mindenféle funkciók, ezt az elmét gyakorolja. Amit te elhitetsz magaddal az elmetevékenységeden keresztül, te abba az irányba mész. Nem mindegy, mit mantrazol be magadnak. Mert az leszel. Ha úgy látod, hogy nem lettél semmi, és ott ülsz a saját káoszod kellős közepében, akkor valószínűleg még nincs megfelelő mantrád. Nagyon fontos. Magunknak jelöljük ki az utat, magunk töltjük bele az üzemanyagot az autóba, mi ülünk be a kormánykerék mögé, fordítjuk el a kulcsot, tapossuk a pedált, és mi járunk az úton úgy, hogy ezt az egészet mi csináljuk. Nagyon fontos. Nem okolhatsz senkit azért, mert az vagy aki, mert olyan irányba mész amerre. Ez mind a te műved. És így közösen a mi művünk. De senki nem veszi le rólad a felelősséget. Köszönöm. Szívesen. A például kapok egy darab száraz kenyeret, amit nem tudok ebédkor, vagy reggelikor, vagy vacsorakor elharapni, akkor az nekem tanítás, vagy a másiknak a figyelmetlensége, vagy mind a kettő? A Héja volt csak száraz, nem, vagy az a bele egész, is? az, az egész. egész. száraz volt? Hát nem tudtam beleharapni, igen. Ilyenkor egy-két csepp vízzel meg kell lágyítani a kenyér felszínét, <laughs> türelmesen várni, ami kellő módon átitatja a nedvesség a megszáradt kenyérbelet, és megenni. Uh -huh. Ezek után jön a kenyérhéj. A kenyérhéjjal ugyanígy járunk el, csak tovább tart. Vízcseppekkel meglágyítjuk a száraz kenyérhéjat, és amikor átitatta, hálával megesszük, gondolván azon milliárdokra, akiknek ma ez nem volt lehetséges, pedig éhesek. Ezek után szólunk a konyhafőnöknek ebéd után, hogy van esetleg még száraz kenyér. <laughs> és ekkor hálával fogadjuk a következő étkezésen is. Csak közben mindenki rám vár, hogy befejezem az ebédemet és vagy csorámot, mert én még mindig majd szólok. Nem. A majszolásnak is megvan a maga szabatosság ideje. Ezt a rágás mágiájának hívjuk. Amikor a fogak elérnek egy bizonyos üzemi frekvenciát, akkor a rágás felgyorsul. Kívánom, hogy érd el a vállapotnak ezt a magas fokát, és akkor a közös cselekvés teljessé válik. Még egy csak praktikus kérdés? Imádom a kérdéseidet. Hogy attant ilyen, de ez tényleg ilyen volt praktikus, hogy az a köldök csakra alatt kettő ujnyival, az akkor a szakrális csakra? Minden csakra szakrális. Én Tudod, most... hogy mi a csakra? Kör. Én... Tehát tudom, a csakra tudom. az kör. Azt jelenti, hogy a kör bensejében lévő minőség és a körvonalon kívüli minőség különbözik. Ez ennyi. Minden csakra szakrális, de mennyire legyen, az mond meg nekem. Nagyon legyen szakrális? a köldössökre értelmezésében tapasztalhatsz némi liberalizmust. Remélem ez nem jelent akadályt az én gyakorlatod szempontjából. Nem. Örülök. Köszönöm. Az a fontos, hogy ezzel a tudatossággal a mahamudrát, ezt a kozmikus madárfészket szépen az öletbe, és hogyha a tenyérélt behúzod az alhashoz, és az alkar, a combon nyugszik, akkor pontosan ennek a gesztusnak a közepe a Mahamudra. A tantien. Így egyszerre. Tehát a Mahamudra és tantien itt egyszerre létezik. Azért fontos, mert a Mahamudra a teljes felsőtest energiáját a megfelelő kéztartással a tantienre koncentrálja. És ekkor tapasztalod azt, hogy ez a csakra több erőt energiát, súlyt kap, mint a főső fő három csakra, a homlók, a torok és a szív. Általában iszentesen fejnehezek, vagy toroknehezek, vagy szívnehezek vagyunk, és elbillenünk a karmánk súlya alatt. És az üzenet az, hogy erre nincs szükség. Ha a tantiened erősebb, akkor bármilyen gondolat, érzelem vagy beszéd ér téged belülről vagy kívülről, nem billensz el, Vagy ha igen, mint a jó vitorlás tőkes súlya, szépen visszabillensz. De ha a tantiened nem elég erős, akkor elhiszed a jelenségeket a kényszerű azonosulás miatt. Miért? Mert erősebbek voltak, mint te. És ekkor törsz. Tehát a középpontnak nem azért kell erősnek lenni, mert egy rakás pátriárka azt mondta, hanem azért, mert így a egészséges. A tantien minden, ami kell a technikában. Tehát ez az a pont, ahol nem differenciálódik az energiád, a tudatosságod, amikor tényleg egyben vagy, az egységben vagy. Ez nagyon fontos. És amikor ez az egység megszűnik, akkor szétesel darabokra, és általában a felső három fő csakra túltöltöttsége miatt van ez. Nem bírjuk ki a saját és mások karmáját. És onnantól kezdve, hogy te a tantienbe elég energiát teszel, látszak, nem történik semmi, pedig rengeteg minden történik ha ez a tantien a legerősebb, akkor az olyan, mint az a fa, ahol a gyökere nagyobb, mint a koronája, a törzse és az ágai együttvéve. Egy ilyen gyökerű fát csak kivágni lehet, de kidönteni nem. Az ilyen embert csak elpusztítani lehet, legyőzni nem. És ha ez a tantien azért kell, mert mindig vissza térni az egybe a főső bonyolult differenciálódásokból, mindig vissza tudsz térni a térszerű, tükörszerű tudatban sok-sok szétosztott jelenségből. Tehát a tantien az egyetlen egy olyan pont, ahol az energiád és a tudatosságod nem differenciálódik, nem válik szét, és így hétköznapi fogalmakkal élve az egység állapotában vagy, de valójában a gondolkodás előtti, a dualitás előtti állapotban vagy, magyarul itt. Ezért fontos. Enélkül nem oldasz meg semmit. Nem is tudsz rendesen megkötni semmit. Tehát a tantien praxis az, amit a taoistáknak így megköszönünk naponta. Ez egy hatalmas nagy addendum, ugyanis a taoizmus és a buddhizmus szinergiájából lett a zen. Ha ez nem lenne, akkor a saját intellektuális, verbális vagy emocionális képzeteink rabjai lennénk, állandó jelleggel. Az előbb beszéltünk a menedékről. Tehát vegyünk menedéket a gondolkodás előtti, a dualitás előtti tudatállapotban. Ez azt jelenti, hogy a tantien fókusz erős. Az egységtapasztalat erős. A tered és a tükröd töretlen. És kívánom azt, hogy mindannyian addig lélegezzünk ide a tantienbe, ameddig csak lélegzünk. Az utolsó leheletünk is itt tantien légzés legyen. Miért? Mert amikor kiszállsz a testből, akkor már nem tudod megcsinálni. Nincs lélegzeted, nincs tantiened. Amíg benne vagy, addig. Kívánom azt, hogy együtt gyakoroljunk, együtt tapasztaljuk meg az egység tudatát, a tiszta tudatot, és ezáltal szabaduljunk meg minden téves nézetünktől, az ebből származó helytelen karmáktól, és szabadítsunk meg ezáltal minden lényt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet.